Ez az a híd szerkezet, amit az épülő M6-os fölé terveztek. Csúsztatással kerül a helyére, ezen fut majd a vasútvonal a Pécs-Mohács villanyszakaszon. Bój után Nagynyárád felé kerül kialakításra. Ez a vasúti közúti kereszteződés szinteltolással. Ez a híd, ahogy itt elhangzott, majdnem 500 tonna, 480 tonnás híd szerkezet, amit itt helyben építették meg. Kis részei jöttek szállítható állapotba, és létrehozták ezt a hatalmas monstrumot, ami 72 méter. És a helyére fogják tolni, tehát a vasút fölül fog közlekedni, és utólag vágják ki az autópálya pályatestet, ugye más irányban ez már látszik. Mondta a helyszínen a terület országgyűlési képviselője. Hargitay János arról is beszélt, hogy az M6-os befejező szakasz a Baranya megye legnagyobb állami beruházása most. Időarányosan jól áll az építkezés, és a határ túloldalán is építenek a horvátok. Az Eszéki hídtól jönnek fel Pélmonostor irányába, ez egy 17,5 kilométeres szakasz, ezt ennek az évnek az október végén már át akarják adni. Ha Pélmonostoron vannak a horvátok, akkor már Pécs-Monostor csak a határig kell feljönniük, ez egy 5 km szakasz. A miniszter úr közlése szerint ez 24-es évben ez meg fog történni, tehát felérkeznek, felérnek ők is a határhoz. És a bosnyákoknál is halad a történet, mert a Bosznián keresztül egy 320 kilométeres szakaszt kell megépíteni, ahol már 114,5 kilométer elkészül. A képviselő szerint 2025-ben vagy 2026-ban kész lesz az autópálya az Adriai Procséig. A jelenlegi háborús helyzetben még értékesebb ez a beruházás, Záhony leértékelődött a harcok miatt. Déli irányban az M6-oson keresztül bonyolódhat az áruszállítás Törökország, illetve a Balkán felől. Egyébként a magyarországi 20 kilométeres szakasz megépítése a határig, Ivándárda irányába 88,6 milliárd forintba kerül.